Elvastuk, szép napot ugyanúgy mindenkinek! Melbourne, Forma 1 2012, Melbourne, kvalifikáció 2-es. Itt van velem Gábor barátom, akivel úgy egyeztünk meg, hogy én megyek egy versenyt, illetve egy kört, ő megy egy kört, és akkor láthatjátok, hogy melyikünk hogy vezet. Ezt azért döntöttünk úgy ugyanis, mert azt terveztük, hogy lamban fogjuk tolni a témát, de ugye sajnos ez nem ment. Mert nem tudjuk valami oknál fogottán megcsinálni. Még feldolgozás alatt van. És megígértük nektek, hogy lesz egy közös videónk. Hát akkor így fog megtörténni ez. Na hát hajrá! Hagyj szóljon, felvezető, időmérő, levezető, mind a kettőnk ezt fogja nektek bemutatni. Mint tudhatjuk, ez a Q2 már csak 15 perces. Hát akkor nézzük is az első kört. Szokásos satuhó, visszagyi, gumimelegítés egy kicsit. Csak figyelj a mögötted jövőkre. Szerintem engem érdekel, hogy ki van mögöttem. Hát. Ugye, break assist még mindig nincsen, azaz fék segítség, mert az csak a nyomi tápos csirkék használják, akik nem tudnak vezetni. Elmondja barátom, hogy mint én, mert... Jó, mert azért... Mert azért ez nem így működik, szerintem, de... Te is így kezdtem. Ajjajjajjaj. Szerintem először mindenki úgy kezdi. Nem mondta, hogy te nem úgy kezdted, mert azt úgy sem hiszem el. Igen, itt egy kicsit falhoz csaptam, mert azért figyelek mindenhova most egyelőre. Hát, felvezető. Jesszusom. Felvezető kör nem izgat túlságosan az igazság, úgyhogy majd mindjárt a mért körön megmutatom én, hogy... Így van, ezért kell mindenhova menni, falra, fűre, sóderágyba, mindenhova menni, kész. Mindenhova, persze. Na jó. Ezt megint csak leszéreztem, gecit se érdekel. Teszem hozzá, ez még mindig tüzié, én ennél kicsit jobb. Igen, én kezdem, de mindjárt áthonulunk ezen a célvonalon, vagy ráfordulunk itt a célegyenesre, és onnantól kezdve kicsit komolyan fogom venni. Felvezetőkör, mint mondtam, olyan, hogy ki nem kújja le. Jó, mondjuk lehet, hogy a gumiknak nem tesz jót, de hát... Szarmira! Úgy, ahogy mondja Gábor barátom, szarmira! Na! Hát a csapassuk! Ide megyek, oda megyek, mert bőrbe én el is megyek, ha elmegyek... Jaj, ne mindegy, minden buzi forma egyes pilótát jól meg is baszunk. Egyébként, mint tudhatjátok, a mostani szabályok szerint, tehát a játékban is a mostani szabályok vannak, hogy időmérőn, illetve szabad edzésen, ha tiszta az idő, bárhol lehet DRS-t használni. És mint láthatjátok, tüzi barátom, igen, rendesen ki is használja, hogy mindenhol lehet DRS-t és kerszet is. Igen, csak a DRS-en figyelni kell az ilyen kanyarokban, mint amit például most hagytunk el, mert azért kicsúszhat az autó, itt meg kicsit későn fékeztem. Na szóval a kanyarokban azért figyelni kell, mert hogyha túl olyan helyen használom a DRS-t, ahol nem szabadna, akkor el fog menni az autó hátulja, és az nem túlzottan előnyös. De egyébként nem árt, ha tudjátok, nem kell rögtön megijedni, ahogy fékeztek, a DRS automatikusan lecsukódik. Igen, ez egy hasznos információ. Úgyhogy nem kell megijedni, hogy esetleg erre is ügyelni kell a kanyarokban, nem kell. A DRS csak nyitni manuálisan, záródni már autó záródik. Persze, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy olyan hely jön, például akkor leveheti a DRS-t, igen. Így van, tehát automatikusan ki is nyomhatja ő is. Hát az első kör egy 1.35.3.16, de hát ez csak az első kivezető kör, a valódi kör az most fog jönni. Ezzel az idővel jelenleg 13. vagy... Ajajajajaj, az nagyon most trét. Most már csak 14.
Nem baj, mindjárt. Kicsit elkezdünk agresszívabban menni. Remélem neked jó a space-ed. Elméletileg jónak kell lennie, igen. Helyes. De, mint mondtam, nekem a fék hátsóra van állítva. Na hát, közben nézve egyetlen tizeddel vagy saját magadnál jobb, ami egyelőre még mindig kieső helyet fog adni. Ajjajjajjajjaj. Itt most nagyon csúnyán megrángattam. Most már csak 8 század másodperc az előnyöd magadhoz képest. Ez eddig hatalmas hátrány, mert jelenleg a Q2 kiesője vagy ezzel. De hát majd talán meg tudlak menteni ettől. Hát akkor nézzük ezt a második kört. Mivel ebben is elég sok hiba volt, nem biztos, hogy ez olyan jó lesz. És ugyan, mint láttátok még a rázóközön, azonnal nyitottam a DRS-t, hogy minél több plusz lóerőt sikerüljön kihozni belőle, de ez így is csak 15-dik sajnos. És ez egyelőre egyetlen helyet ér előre fele. A csapat társad, mint láthatjuk a képernyőn is, a 16. helyen, azaz mögötted áll, ezzel az idővel megelőzted az előbb. Na de hát akkor nézzük, hát ha ez a kör egy kicsit jobb lesz. Az első szektorban, mint láthatjuk, Rosberg idejét kell nézni, ugyanis a 10. helyhez mérik, viszont eddig lila kört mész, azaz az időmérő eddig leggyorsabb körén igen, vagy jelenleg. Ez az, amit mondtam, hogy itt most itt volt a DRS, és itt iszonyatosan óvatosan kellett bevennem ezt a kanyart. És sajnos most azt fogom csinálni, hogy mindenhol kelsz és DRS, ahol lehet. Viszont majd figyelned kell, hogy a következő körben be kell jönned, mert el fog fogyni az üzemanyag. Viszont 1,5-tel gyorsabb vagy eddig mindenkinél. És a DRS megint csak nyílik, reméljük, hogy megint csak nem fogok megpörögni. Szépen okosan meg kell fékezni. Ez egy picit hamar volt, de igen, talán nem is baj. Nem számít annyira. Na tehát nézzük, ráfordulsz mindjárt a célegyenesre. Egy fék. Az utolsó kanyar, így van, és a következő körben be kell jönnöd. Na tehát, ez már elég jó körnek néz ki. 33.294, és ez a leggyorsabb kör jelenleg. Na jó, akkor ez most a levezetőkör, és utána átadom Gábor barátomnak a helyet. Itt már nem fogok annyira hajtani. Viszont majd ne lepődjetek meg, én egy kis technikai átalakítást fogok végezni, mert én nem a lefele nyillal fogok fékezni, hanem a space-en, mert ez nekem jobban esik kézre. Na persze, el is felejtettük mondani, mindenki úgy állítja be magának a játékot, ahogy szeretné. Bármilyen asszisztot ki és be lehet kapcsolni, a billentyű parancsokon szintén lehet állítani. Na és persze, ha esetleg barátokkal akartok játszani, nem pedig egymagatokban, akkor a multiplayer módban lehet esetleg osztott képernyőben is játszani. Aki viszont megvette eredetiben a játékot, annak tudom ajánlani az online módot, ahol viszont... ahol viszont eléggé kemény menetek várnak az emberekre, mert ott már viszont mindenki játszik. Ezt nagyon benéztem. Na persze, el is felejtettem mondani, hogy nem csak eredetibe lehet online-ozni, meg lehet oldani ezt tört játékkal, azaz letöltött játékkal. Ez itt direkt, ez itt most direkt volt, mert láttam, hogy jön mögöttem ugye az a kis segélynyíl, ugyanis mutatja a játék, hogyha valaki jön mögöttünk, akkor van egy kis segélynyíl. És látod, hogy jönnek mögötted, még a visszapillantót csak kell nézned. És azért húzottam le, hogy elengedhessem. Na, átadom Gábor barátomnak a helyet. Parancsolj, barátom. Na hát, srácok, akkor most én mutatom meg, hogy mit is tudok. Mint láthatjátok, a box személyzet
összerak nekünk mindenféle monitort. Ne haragudjatok meg, de állítok a irányításon. Na tehát, nézzük, mit tudok összerakni. Kedves nézőink, úgy néz ki, hogy van egy nagyon jó hírem számotokra. Norbert viszonylag technikai zseni barátunknak sikerült megoldani egy olyan problémát, ugye, hogy nem eredeti játéknál is lehet olyat csinálni ezek szerint, mert ő megoldotta, hogy lehessen online játszani a játékkal, úgyhogy több mint valószínű, hogy sikerülni fog nekünk is összehozni ezt a dolgot. Na, de közben akkor nézzük, hogy én jó magam milyen kört fogok összerakni. Hát akkor nézzük. Ja, és félreértések elkerülése véget, Norbert, azaz aki itt van velünk, Norbert jelenleg, nem az a Norbert, aki úgy szint adminként működik a Facebookos oldalunkon. Ő nekünk egy ismerősünk, barátunk, ha úgy fogalmazunk, testvérünk. Ez csúnya volt. De hát még az hogy van? WDRS, Q, jó, tudod mit? Majd én ezt megoldom. Ne haragudjatok, de én átállítom a saját magam beállításaival. Csak utána állítsuk vissza, mert én már megszoktam azt. Na tehát. Úgyis még csak felvezető kör. Hopp, 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 hopp. Sodarágy, fal, nem? Szerencsét van. De egy viszont a guminak nem tesz jót, ugye az köztudott. Engedd el, aki jön mögötted, mondjuk nincs kék zászló, úgyhogy... De! Penaltit! Kék zászló lett volna, örülök neked, reméljük ezzel kieső helyre jutottunk. Csak 20-10 hely! De hát! Első helyen kell végeznünk ahhoz, hogy bejussunk a Q3-ba. Az nem itt számít, az csak a végén. Azért én kicsit erősebben szoktam venni. Viszont ami kettőnk között különbözik, amit észrevettem, hogy a féktávunk az igencsak rövidebb, illetve neked a féktávod rövidebb, mint az enyém igencsak. De majd megnézzük, amikor te is komolyabban veszed ugye a miért körön. Na hát akkor forduljunk a célegyenesre, srácok, és nézzük az én miért körömet. Ugye a DRS, mint látjátok, nyitva van, villogott a jobb alsó sarokban. Na, bejött közben Norbert barátunk, szavasz Mordikám. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenki. Jesszusom, mit csinálok? Hát igen, meg kéne tanulnod vezetni. Na, úgy néz ki, Norbert barátunknak sikerült megoldani a közös játék egyszerre féle dolgot, amit megígértünk nektek, úgyhogy mindjárt kiderül, hogy mi hogy. Amint ezt a videót befejeztük, már nézzük is a dolgokat. Mindössze 4 dologra van szükség hozzá. Egy 1.1-es frissítésre a játékhoz, valamint egy multiplayer fit scratchre, egy Steamre és egy Tangle nevű programra. És ezek által ezek szerint működni fog a játék? Így van, online-ban lehet Code Championship módot tolni, többek között egy sima verseny, vagy egy testre szabott verseny. Tehát az online mód is elérhető teljes mértékben. Szóval nem kell hozzá megvásárolni az eredeti játékot, így hogy tudja online játszani. Fixálva van az a probléma is, hogy az autóban nem lehet beülni a módban, hogy folyton kifagyott a játék, vagy elveszett a kapcsolat. Értem. Hát köszönjük szépen ezt a technikai kis problémának a megoldását tőled. Nincs mit. Aztán reménykedünk, hogy továbbiakban is számíthatunk rá technikailag. Teljes mértékben. Köszönjük szépen. Na közben srácok, mivel az előző körömet elrontottam, innentől kezdve kezdtem egy újat. Azaz, ezt a kört lefutod és sajnos már több lehetőséged nem lesz próbálkozni, mert mint látja mindenki, az LG szponzorálásával kimutatják fölül középen, hogy a kvalifikáció 2-nek 29 másodpercig a vége van. Igen, természetesen, hogyha az idő lejár, attól függetlenül a mérkőrt, ami vagy, azt még be tudod fejezni. Ez ugye valóságban is így van, hogyha lejár az idő a kvalifikációban, de még te mérkőrön vagy, akkor le
Köszönbeszaggat a játék, nagyon frankó, nagyon frankó. Nem baj barátom, az 1.33-as időmmel szerintem. De nézd, van egy olyan, hogy nyomj egy F1-et, nem? Nyomj egy F1-et. Ilyet tényleg nagyon ritkán fogtok látni. Van. Csak mindegy. Hát igen, sajnos mégse tudjuk visszapörgetni, pedig reménykedtem benne. Ha nem baj, majd akkor a Q3-ban. Majd a Q3-ban akkor. Pedig ha nem szaggat be, simán megcsinálom. Mint láthattad, full lila volt. Igen. Nem baj, 1.33-2-vel is szerintem azért alázva lett a mezőny általam. Úgyhogy ne haragudjatok meg, a Q3-ban tudom csak megmutatni. Ami már csak 10 perces, úgyhogy az ott egy kicsit necces lesz. Nem baj, megyek egy mérkőt aztán. Ahhoz képest, hogy Force India viszont és nem amatőrön játszunk, szerintem egész jó. Ugye tudni való, hogy a Q3-ba aki bejut, a leggyorsabb körön lévő gumit kell rajtolnia. Így van, ezt el is felejtettük nektek mondani. Igen, ez a való... Otthon van a Forma 1-be, az persze tudhatja. Igen, ez a valóságban így van, de viszont én ezt úgy láttam Norbert múltkor, amikor te játszottál ebben a játékkal, hogy te még a verseny előtt is tudtad állítani, hogy keményről vagy lágyról szeretnél indulni. Ez így van, de ez azért volt így, mivel... nem mindig kerültem be a Q3-ba, de viszont ha bekerültem, lehet olyan taktikai módosítást tenni, hogy például sokan a lágy gumit használják Q3-ra, és én viszont a keményet használtam, és ezzel is vertem a mezőnyt. Értem. Köszönjük szépen! Gyerekek, ugye, mint Gábor előző videójában elmondtam nektek, a Q1, Q2, illetve Q3-as videó külön lesz felvéve. Ezáltal most ennek a videónak vége. Addig szavaztok, csocsi veletek, és mindenki vigyáz a másikra, béke!